ugye emlékeztek még a 90-es évekből az otthoni videózásokra? A hazai tékák polcairól még hiányzó filmeket, a kézről kézre adott, rossz minőségű, házilag barkácsolt, egyszereplős narrációval élvezhettünk végig. Akkor közre kell működnöd, rendben? Nem. Ezek voltak az alámondásos filmek. Ülj le, kivéve akkor, hogyha a növekedés félben vagy. Tudod, előbb-utóbb úgyis azokból az a pagan bűnügyekről kapcsolatba keverünk téged. Miért nem beszélsz? Te, kis pinarcú, nézd meg, hogy mit csinál. 20 percevel úgyis ki fognak engem ide vinni. Úgyhogy szedd le rólam ezt a bilincset, és nyisd ki az ajtót. Nyugodtan hagyd békén az ajtót. Figyelj, mi nem mész hozol néhány kávét? Ezt addig beszélgetek ezzel. Te kérsz valamit? Igen, szeretnék csokit, rágógumit. Seggóru. Na, hát egyedül vagyunk. Csak te, meg én. A te tököd. És ez a satú. Négy óra 15. Mire visszatértem a kávéval, úgy énekelt, mint a Beverly Hills-i kórus. A Pagani Klubháznak megtudtuk a címét, de ezt nem fog mondta el nekünk. Szóval tudjuk, hogy pagán vagy, de ez már bőven elég nekem, hogy lezárjunk téged. Lecsukjunk, mint a szart. Ez dugd fel, te rózsaszín arcú. Még többet, egy szót nem szólok, amíg az ügyvédem jön ide. Te Joe, nem kéne nekünk egy kis hab? Ülj le még, ballatunk! Maz, megszegted a közlekedési szabályokat. Csak idő kérdése, hogy a pagán bűnök egyikét rád bizonyítsuk. Nem is beszélve az esküvői ruha ellopásáról. Habár ez magában nem is olyan nagy bűn. Miért nem beszélsz? Hagyjál, te idióta! Te is tudod, hogy 20 perc múlva óvadék ellenében szabadlábon leszek. Hagyjál békén is, engedj el! Túl magabiztos vagy. A helyedben én sokkal okosabban viselkednék. Figyelj, Joe, menj és igyál egy kávét. Nekem is hozhatsz. Te is kérsz valamit? Rágógumit meg csokit, de csípked magad, te fafej! Nos, Emil, mi maradt itt? Te? Én. A körmeid és a fiók. Tizennégy óra. Mire visszaértem a kávéval, Maz majdnem mindent kitálalt. Azt tervezte, hogy éjszaka elmegy a Pagán Klubházba, amelynek tagja volt. De nem árulta el a gyűlés helyét és idejét. Oké, Maz, nézzük csak újra. Azt állítja, hogy Pagán tag, de mi tudjuk, hogy Jerry Cézárnak dolgozik. Vezessen szépen az ellopott magazinok nyomára. Most már elég, fafej! Az ügyvédem nélkül többet nem nyilatkozom egy szót sem! Mondj, Joe! Nem esne jól ehhez a kávéhoz egy-két hamburger? Tizenkilenc órakor Genon százados. Ülj le még, ballatunk! Maz, megszegted a közlekedési szabályokat. Csak idő kérdése, hogy a pagán bűnök egyikét rád bizonyítsuk. Nem is beszélve az esküvői ruha ellopásáról. Habár ez magában nem is olyan nagy bűn. Miért nem beszélsz?
Hagyjál, te idióta! Te is tudod, hogy 20 perc múlva óvadék ellenében szabadlábon leszek. Hagyjál békén is, engedj el! Túl magabiztos vagy. A helyedben én sokkal okosabban viselkednék. Figyelj, Joe, menj és igyál egy kávét. Nekem is hozhatsz. Te is kérsz valamit? Rágógumit meg csokit, de csípked magad, te fafej! Nos, Emil, mi maradt itt? Te? Én. A körmeid és a fiók. Tizennégy óra. Mire visszaértem a kávéval, Maz majdnem mindent kitálalt. Azt tervezte, hogy éjszaka elmegy a Pagán klubházba, amelynek tagja volt. De nem árulta el a gyűlés helyét és idejét. Oké, Maz, nézzük csak újra. Azt állítja, hogy Pagán tag, de mi tudjuk, hogy Jerry Cézárnak dolgozik. Vezessen szépen az ellopott magazinok nyomára. Most már elég, fafej! Az ügyvédem nélkül többet nem nyilatkozom egy szót sem! Mondj, Joe! Nem esne jó ehhez a kávéhoz egy-két hamburger? Thank you.